TED. Előadás sorozat. 2018. Iuval Harai előadása. Címe. Miért csábító, kísértő a fasizmus? És hogyan tudják azt az adatokkal, információkkal elérni, erősíteni? Üdvözlök mindenkit! Kisé vicces, mert arról írtam, hogy az ember digitálissá válik, de nem hittem, hogy ennyire hamar, és hogy én válok azzá. De mint digitális avatár én itt, Önök pedig ott. Kezdjük is el. Kezdjük egy kérdéssel. Hány fasiszta van a közönségben most? Kicsi nehéz megmondani, mert elfelejtettük, mi a fasizmus. Ma a fasiszta megnevezést egyfajta univerzális szitokszóként használjuk. Vagy összekeverjük a nacionalizmussal. Ezért szálljunk rá néhány percet, hogy tisztázzuk, mi a fasizmus, és miben különbözik a nacionalizmustól. A nacionalizmus enyhét változata az emberiség egyik legjóindulatúbb találmánya volt. A nemzet milliómi, egymást nem ismerő idegen közösségéből állami. Például nem ismerem azt a 8 millió embert, aki szintúgy izraeli állampolgár, mint én. De a nacionalizmusnak hála, oda tudunk figyelni egymásra, és hatékonyan együttműködünk. Ez remek. Egyesek, mint például. John Lennon szerint nacionalizmus nélkül a világ békés édenkert lenne. De valószínűbb az, hogy nélküle törzsi káoszban élnénk. Ha megnézzük a világ legvirágzóbb, legbékésebb országait, például Svédországot, Svájcot, Japánt, látni fogjuk a nacionalizmus erős jelenlétét náluk. Ezzel szemben, ahol a nacionalizmus nincs olyan erősen jelen, mint például Kongóban, Szomáliában, Afganisztánban, inkább erőszakosak és szegények. Tehát, mi a fasizmus, és miben tér el a nacionalizmustól? A nacionalizmus szerint a nemzetem egyedülálló, és egyedi kötelezettségeim vannak iránta. Ezzel szemben a fasizmus szerint a nemzetem felsőbrendű, és mindent kizáró kötelezettségeim vannak iránta. Senkivel, semmivel nem kell törődnöm a nemzetemen kívül, általában többféle identitásunk van. És többféle csoporthoz vagyunk hülyek. Például lehetek jó hazafi, ő az országomhoz, de egyszerre hű családomhoz, szomszédaimhoz, szakmámhoz, az egész emberiséghez, az igazsághoz, a szépséghez. Az eltérő identitások és a hűség más-más formái néha konfliktusokat és bonyodalmakat teremtenek. De ki mondja, hogy az élet könnyű. Az élet bonyolult. El kell fogadni. Fasizmus abból lesz, ha megpróbáljuk félretenni a bonyodalmakat, és az életet túl könnyűvé varázsolni. A fasizmus a nemzeti identitáson kívül minden más identitást tagad, és bizonygatja, hogy csak is a nemzetem iránt vannak kötelezettségeim. Ha a nemzetem azt követeli, hogy áldozzam fel családom, akkor feláldozom a családom. Ha a nemzetem azt követeli, öljek meg milliói embert, akkor megölök milliói embert. Ha a nemzetem pedig azt követeli, áruljam el az igazságot és a szépséget, akkor el kell árulnom azokat. Például, hogyan értékeli a fasizmus a művészetet? Hogyan dönti el, hogy egy film jó el vagy nem? Nagyon-nagyon egyszerűen. Igazából egyetlen mérce van, ha a film nemzetem érdekét szolgálja, jó film, ha a film nem szolgálja nemzetem érdekét, rossz film. Ennyi. Ugyanígy, hogyan dönti el a fasizmus, mit tanítsanak a gyerekeknek az iskolában? Ismételten nagyon egyszerűen. Csak egy mérce van, azt tanítjuk a gyerekeknek, ami a nemzet érdekét szolgálja. Az igazság egyáltalán nem számít. A második világháború és a holokauszt rémségei emlékeztetnek ezen gondolkodásmód szörnyű következményeire de a fasizmus gonoszságainak ecsetelése közben legtöbbször nem hatékonyan járunk el, hiszen egy ocsmány szörnyként írjuk le anélkül, hogy megmagyaráznánk, miért ejt annyira rabul. Olyan ez, mint a vódi filmek rossz fiúinak, Voldemortnak, Sauronnak vagy Dartvadernek, a leírása, rútak, gorombák, kegyetlenek. Még a támogatóikkal is kegyetlenek. Ezeknél a filmeknél sohasem értettem, hogy bír valaki egy ilyen undorító mocsok mellé állni, mint Voldemort. A gond az, hogy a való életben a gonosz nem szükségszerűen rút. Néha nagyon is szép. Ezt a kereszténység tudta nagyon jól, és ezért a keresztény művészetben, ahol Voldival ellentétben, a sátánt rendszerint gyönyörű izompacsirtaként ábrázolták. Ezért annyira nehéz ellenállni a sátán kísértéseinek és ezért annyira nehéz ellenállni a fasizmus kísértéseinek is. A fasizmus azt érezteti az emberekkel, hogy a világ legszebb és legfontosabb valamiéhez tartoznak, a nemzethez. Majd ezt gondolják, igen, azt tanították, a fasizmus rút. De ha tükörben nézek, valami szépet látok, tehát nem lehetek fasiszta, igaz. Tévedés. Ez a gond a fasizmussal. Amikor a fasizmus tükrébe néznek, önmagukat sokkal szebbnek látják, mint amilyenek valójában 1930-ban, amikor a németek a fasizmus tükrébe néztek, Németországot a világ legszebb valamieként látták. Ha a mai oroszok néznek a fasizmus tükrébe, Oroszországot a világ legszebb valamieként látják. Ha az izraeliek néznek a fasizmus tükrébe, Izraelt a világ legszebb valamieként látják. Ez nem az 1930-as évekkel való újbóli szembenézést jelenti. A fasizmus és a diktatúra visszatérhet, de új változatban, olyanban, ahol nagyobb szerepet kap a 21 szerda új technológiai valósága. Az ókorban a föld volt a legfontosabb vagyontárgy. Ezáltal a politika föld ellenőrzéséért vívott harcról szólt. Diktatúrákban minden Föld egyetlen vezér kezében vagy pár kis király kezében összpontosult. Aztán a modernitásban a gép fontosabb lett a Földnél. A politikából a gépek ellenőrzéséért vívott harc lett. Diktatúrákban ekkor túl sok gép központosult a kormány vagy egy szűk elit Most a Föld és a gép helyébe az adat, mint legfontosabb vagyontárgy lép. A politika az adatáramlás ellenőrzéséért vívott harcról fog szólni. Diktatúrákban manapság túl sok adat központosul a kormány vagy egy szűk elit a liberális demokrácia ma leginkább azzal a veszéllyel néz szembe, hogy az információs technológia forradalma a diktatúrákat sokkal hatékonyabbá fogja tenni, mint a demokráciákat. A 21. században a demokrácia és a kapitalizmus végzett a fasizmussal és a kommunizmussal mert a demokrácia jobb volt adatfeldolgozásban és döntéshozatalban 20. századi technológiával egyszerűen nem érné meg egy kézben központosítani annyi adatot és hatalmat. De nem a természetrendje az, hogy kevésbé hatékony a központosított adatfeldolgozás, mint az osztott adatfeldolgozás a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás előretörésével kieszközölhetővé válhat hatalmas mennyiségű adatok feldolgozása, nagyon hatékonyan, egy helyen, hogy minden döntést egy helyen hozzanak, és a központosított adatfeldolgozás így hatékonyabb lesz, mint az osztott adatfeldolgozás. Aztán a 20. század autoriter rendszereinek legfőbb hátulütője, azaz az összes információ együvé központosításának megkísérlése, a legnagyobb előnyükké fog válni. A demokrácia jövőjét fenyegető másik technológiai veszély az információs technológia és a biotechnológia egyesülése, amely olyan algoritmusok létrejöttét hozhatja el, melyek jobban ismernek engem, mint én saját magam. Ha pedig megvan az az algoritmus, egy külső rendszer, mint például a kormány, nem csak képes megjósolni döntéseim, hanem képes manipulálni érzelmeim és érzéseim is. Egy diktátor talán nem tud nekem jó egészségügyi ellátást biztosítani, de képes megszerettetni magát velem, az ellenfelét pedig meggyűlöltetni. A demokrácia nehezen fog túlélni eféle fejlődést, mert végeredményben a demokrácia nem az emberi racionalitásra épít, hanem az emberi érzelmekre. Választások, népszavazások idején nem azt kérdezik, mit gondol, hanem igazából azt, hogy érez aztán ha valaki hatékonyan tudja manipulálni az érzelmeket, a demokrácia érzelmi bábszínházzá válik. De mit tehetünk, hogy megelőzzük a fasizmus visszatérését és az új diktatúrák előretörését? Az első számú kérdés számunkra, ki rendelkezik az adatok felett? Ha önök mérnökök, jöjjenek rá, hogyan előzhető meg, hogy túl sok adat kevés kézben központosuljon. Jöjjenek rá, miként biztosítjuk azt, hogy az osztott és a központosított adatfeldolgozás hatékonysága kevésbé térjen el egymástól. Ez lesz a legjobb garancia a demokrácia számára. Ami pedig a többieket illeti, akik nem mérnökök, az első számú kérdés előttünk, miként gátoljuk meg, hogy ne manipuláljanak azok, akik az adatok felett rendelkeznek. A liberális demokrácia ellenségeinek van egy módszerük. Meghekkelik az érzelmeinket nem az e-mailjeinket vagy bankszámláinkat, félelmünk, gyűlölködésünk és hiúságunk érzését hekkelik meg, majd ezen érzelmeket használják, hogy a demokráciát belülről bomlasszák és semmisítsék meg. Igazából ezt a módszert a szilícium völgyben termékeladásra fejlesztették ki. De most a demokrácia ellenségei használják pont ugyanezt, hogy félemet, gyűlölködést, hiúságot adjanak el nekünk. Az érzelmeket nem tudják a semmiből megteremteni. Ismerniük kell meglévő gyengeségeinket, hogy azokat ellenünk felhasználhassák. Ezáltal mindannyiunk felelőssége, hogy megismerjünk gyengeségeinket, és elérjük, hogy ne válhassanak fegyverré a demokrácia ellenségeinek kezében. Saját gyengeségeink megismerése szintúgy segít a fasiszta tükörcsapdájának elkerülésében. Ahogy már mondtam, a fasizmus kihasználja hiúságunkat. Sokkal szebbnek láttatja önmagunk, mint amilyenek vagyunk valójában. Ebben rejlik vonzereje. De ha tényleg ismerik önmagukat, nem engednek az eféle hízelgésnek. Ha valaki olyan tükröt tart szemük elé, ami erre vonásaik, és magukat sokkal szebbnek, sokkal fontosabbnak láttatja, mint amilyenek valójában, törliék össze azt a tükröt. Köszönöm. Most? Chris Andersonnal fogok beszélgetni. Kérdez kedves Chris. Igval, köszönjük az előadást. Jóságos ég. Annyira jó újra látni. Akkor, ha minden igaz, két nagy veszély miatt int eszéberségre. Az egyik a fasizmus rabulejtő változatainak lehetséges újjáéledése, vagy a fasizmushoz közeli diktatúráké, amelyek nem feltétlen fasizták, de az összes adat ellenőrzésük alatt állami. Csak kíváncsiság, van-e harmadik út, amit néhányan már itt megemlítettek, hogy nem kormányok, hanem nagy cégek rendelkeznek minden adatunk felett. Hogy nevezzük el ezt, és mennyire kell rettegnünk miatta. Végeredményben nincs olyan nagy különbség a cégek és a kormányok között, hiszen, ismétlem, a kérdés, ki rendelkezik az adatok felett? Igazából az kormányoz. Hívhatjuk cégnek vagy kormánynak, ha cég és igenis az állami az adatok felett, akkor az kormányoz. Tehát a különbség inkább felszíni. De némi kép, legalábbis cégeknél, bizonyos piaci mechanizmusokkel képzelhetővé teszik megdöntésük. Mármint, ha a vevő úgy látja, hogy a cég nem az érdeke szerint működik, akkor másik piac ajtaján kopogtat. Könnyebb ezt elképzelni, mint azt, hogy a nép fellázad, és megdönti a kormányt, mely mindenek felett állami. Még nem tartunk ott, de ismétlem, ha egy cég jobban ismer, mint mi saját magunkat, vagy legalábbis manipulálni tudja legmélyebb vágyaink, érzelmeink, s még csak észre sem vesszük, azt fogjuk hinni, ez az igazi énünk. Tehát elméletileg fellázadhatunk cégek ellen, ugyanúgy, ahogy elméletileg diktatúrák ellen is. De gyakorlatban ez hihetetlenül nehéz. A homódeusban azt állítod, hogy ez lesz az a század, amiben az ember istenszerűvé válik a mesterséges intelligencia fejlődése vagy a géntechnológia által. Hatotta a politikai rendszerváltás, a rendszer összeomlásának e távlata az eshetőségükről vallott nézetedre. Szerintem csak valószínűbbé teszi, és valószínűbb, hogy közelebb is hozza, mert válságos időszakban az emberek jobban kokáztatnak, mint ahogy azt általában szokták. Az emberek hallandóak mindenféle nagy kokázatú. Nagy profit új technológiát kipróbálni. Az ilyen válságoknak ugyanaz lehet a funkciójuk, mint a 20. század két világháborújának. A két világháború nagyban felgyorsította új veszélyes technológiák fejlődését. Ugyanez megtörténhet a 21. században is. Mármint kisé őrültnek kell lenni, hogy nagyon gyorsan felfuttassuk például a gén technológiát de ma több és több őrült van a világ különböző országainak az élén, így az esélyek nőnek, nem csökkennek. Szóval, összerakva mindezt, Itt van az egyedi elképzelésed. Tekerjük előre az időt 30 évvel. Mit gondolsz, az emberiség valahogy átvészeli, visszanéz, majd így szól, hűha, közel volt, de megcsináltuk. Vagy mégsem. Eddig mindig sikerült leküzdeni a válságokat. Ha pedig a liberális demokráciát nézzük, azt hisszük, rosszul állunk, de gondoljunk vissza 1938-ra vagy 1968-ra. Igazából ez semmi, csak egy apró válság. De nem tudhatjuk, hiszen történészként tudom, soha se becsüljük le az emberi ostobaságot. Ez a legnagyobb történelem formáló erő. Ittval, elképesztő öröm, hogy itt voltál velünk. Köszönjük a virtuális látogatást! Szép tel a vivi estét neked!